Egy rég várt beruházás kezdődik el hamarosan a Dombovári kistérség településén Csikóstöttösön. Az önkormányzat a területi operatív program pályázat keretében nyert forrást a Szabadság utca, Hunyadi tér és a Béke utca korszerű csapadékvízelvezetési rendszerének kiépítésére. A kivitelezési szerződést már megkötötték az építkezést végző céggel, hamarosan pedig a munkaterületet is átadják. A beruházás a tervek szerint még a tavasszal elindul. Sok munkával fog járni, de nagy megoldás lenne nekünk az, hogy a villámárvizeknek a hirtelen keletkező vizét el tudjuk vinni. Egyúttal minden családi házhoz a hidakat felújítjuk, burkoltak lesznek az árkok, tehát ez a mi életünkben egy komoly nagy beruházásnak számít. A beruházásra 195 millió forint pályázati támogatást nyert a település. A kivitelezési költségek 185 millió forintba kerülnek, a maradék összeget a tervezési és egyéb járulékos költségek teszik ki. Az érintett utcákban betonnal burkolt és több helyen fedett árokrendszert alakítanak ki, tette hozzá Kreb Imre polgármester. A Szabadság utca temetőtől a Hunyadi téri vezető szakaszon lesz, tehát a mere burkolt árok lesz kiképezve, eddig az simán betonozott közút volt, ott akarjuk a vizet mederbe elvezetni, a Hunyadi téren földes árok volt, az lesz burkolva, a Béke utca teljes hosszában mederburkolt árok lesz kialakítva betonelemekkel, előre gyártott betonelemekkel, és egy szakaszon, ahol nem lakott területen megy, ott pedig a Hábi csatornába lesz bekötve ez a víz, egy csapadékvíz, egy visszacsapó elemmel, hogy a magasabb vízállásnál ne tudja visszanyomni a területre a vizet. Emellett több kisebb beruházás is megvalósult Csikóstöltösön az idei évben. Az önkormányzat sikeresen pályázott közfoglalkoztatásra, így 5 főnek tudnak hosszú távon is munkát biztosítani. Erre nagyságrendileg 10 millió forintot kapunk, ebből tudunk térkövet gyártani, és a legyártott térkőből 400 folyóméter járdára kötöttünk szerződést. Idei évben ezt kívánjuk megvalósítani. Hát a térkőgyártás az most fog kezdődni, a szerződés most lett megkötve, tehát a munkaügyi hivatallal most egyenesedett ki ez a dolog, megkezdjük a munkát. A falu belterülete is tovább szépül egy líderes pályázatnak köszönhetően. Ez egy 3.990.000, tehát nagyjából 4 millió forintos pályázat, ebből 2 buszmegálló készült el, közterületre utcabútorokat vettünk, ezek most már kihelyezésre kerültek, új padok lettek kihelyezve, új virágládák, most ezeknek a belakása, a virágok ültetése az még odébb van, azt még a fagyos időszakok utánra tervezzük. 5 millió forintból készült el a Kaposszegcső Csikóstöttös Sportegyesület öltözőjének energetikai felújítása, szintén pályázati forrásból. Az épület tetejére napelemeket szereltek fel. Ennek a beruházásnak a műszaki átadása már megtörtént.